Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Az európai vezetők uralták a Davoszi Világgazdasági Fórum harmadik napját. Emmanuel Macron, francia elnök a gyorsuló integráció mellett érvelt, amelyel véleménye szerint Kína és az Egyesült Államok ellensúlyozására is lehetőség nyílna. Angela Merkel a populizmus ellen szólalt fel, az olasz kormányfő pedig kijelentette, Róma nem fogja lezárni kikötőit az Európába tartó migránsok előtt. Donald Trump beszédére készültek a résztvevők csütörtökön a Davoszi Világgazdasági Fórumon. A globalista fórum résztvevői közt többen erős szkepticizmussal várták az amerikai elnök felszólalását. Nyilvánvalóan gazdasági kérdésekről fog beszélni, arról, hogy a politikája révén milyen erős lett az amerikai gazdaság. Pedig itt emberi kérdésekről kellene szó essen. Azt kellene bemutatnia, hogyan tette jobb helyé a világot. De amennyiben a megosztó stílusát is magával hozza, akkor itt óriási elutasítással fog találkozni, fogalmazott a Human Rights Watch vezetője. Az emberi jogi aktivistának annyiban igaza van, hogy a felszólalások többsége az első három napon az integráció és az országok közti szorosabb együttműködés jegyében hangzott el. Az amerikai elnök saját országát első helyre helyező politikája mindenképpen kilóg a sorból. De nem mindenki látja ilyen borúsan a helyzetet. Washington és London különleges kapcsolata ugyanolyan erős most is, mint volt a múltban. A Trumppal való találkozásomon azokról a külpolitikai kérdésekről fogunk egyeztetni, ahol közösen kell bizonyos kihívásokkal megküzdenünk. De ismét szóba fog kerülni a szabadkereskedelmi egyezmény is. Az amerikai elnök már a múltban is jelezte, hogy nagyon nyitott egy ilyen megállapodásra, mihelyst elhagyjuk az Európai Uniót, és ez számunkra is előnyös lehet, fogalmazott Theresa May. A világgazdasági fórum keretében találkozott egymással Emmanuel Macron és Benjamin Netanyahu csütörtökön. A francia elnök ismét leszögezte, Párizs a két állami megoldásban látja a béke kulcsát, és ahhoz is ragaszkodnak, hogy mindkét ország fővárosa Jeruzsálem kell, hogy legyen. Kína pedig közölte, újabb lépéseket fog tenni, hogy az idei évben még jobban megnyissa gazdaságát a külföldi befektetők előtt. Először a pénzügyi szektorban tervezünk nyitást, ami a banki, kötvény és biztosítási piacokat érintheti. Ezt követi majd a termelő és szolgáltató szektorok megnyitása, fogalmazott a kínai kommunista párt egy magasrangú funkcionáriusa. Peking egyúttal ígéretet tett a szellemi tulajdon erősebb védelmére. Donald Trump az elmúlt napokban fenyegette meg Kínát nagy összegű bírsággal, mivel amerikai cégek elmondása szerint a távol-keleti partnereik külön üzletággá fejlesztették az országba vitt legmodernebb technológiák ellopását. Telefonon egyeztette Donald Trump és Recep Tayyip Erdoğan. Az amerikai elnök a Fehérház közleménye alapján arra szólította fel török kollégáját, hogy az korlátozza a török hadműveleteket Észak-Szíriában. Ankara néhány napja vezényelt tankokat a térségbe, ahol kurd erőkkel csaptak össze. Legfrissebb adatok szerint a fegyveres konfliktusnak eddig mindkét oldalon több tucat halálos áldozata van. Rakéták csapódtak be egy török városba, amely a szír határ közelében fekszik. Hatóságok szerint legkevesebb két ember meghalt, 11-en pedig megsebesültek. Az egyik lövedék beszámolók alapján épp az esti muzulmán ima közben csapódott be egy dzsámiba, a másik pedig egy lakóépületet talált el. A sebesültek között van több kisgyerek is, akik füstmérgezést szenvedtek. A rakétákat a szíriai Afrin tartományból lőtték ki, a török tüzérség pedig azonnal több válaszlövést is leadott arra pontra, ahonnan a lövedékeket feltételezhetően kilőtték. Az elmúlt napokban rendszeresek kiváltak a hasonló incidensek a környéken. A hétvégén a török haderő nagyszabású légi és szárazföldi hadműveletet indított az Afrint ellenőrző névvédelmi egységek nevű kurd milícia ellen. A helyzetet bonyolítja, hogy még Ankara a törökországi kurd szeparatista kurdisztáni munkáspárthoz hasonló terrorszervezetnek tartja a névvédelmi egységek fegyvereseit, ugyanakkor ez a kurd milícia Washington egyik fő szövetségese az iszlám állam elleni harcban. A török katonai manőverek kapcsán telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdoğan, török államfő és Donald Trump. Az amerikai elnök arra szólította fel a török kollégáját, hogy a két ország csapatai közti konfliktus kockázatának elkerülése érdekében korlátozza a török hadműveleteket Észak-Szíriában. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja egy friss jelentésében azt állítja, az elmúlt szűk egy hétben török és kurd oldalon több tucat halálos áldozatot követeltek a harcok. Ankara eddig két katona halálát ismerte el.
Európában. Miközben Szíria északi részén a török-kurd konfliktus kirobbanásával egyértelműen rosszabbra fordult a helyzet, Damaszkusz összességében óvatos optimizmussal nyilatkozott az ország többi részének helyzetéről. Idén 120 millió dollár értékben tervezünk befektetéseket végrehajtani. 2018 minden tekintetben jobb évünk lesz, mint 2017 volt, fogalmazott bizakodóan egy fővárosi konferencián a szír földművelésügyi miniszter. Bashar al-Assad csapatai orosz segítséggel az elmúlt időszakban az ország több mezőgazdaságilag fontos vidékét visszafoglalták a felkelőktől, például az Eufrates folyóvölgyét is. A Fehérháza jövő héten, várhatóan már hétfőn előterjeszti a bevándorlási törvénytervezetét. Az előterjesztés állítólag kompromisszumos javaslatot tesz, amelyet a republikánus és a demokrata párt tagjai is támogathatnak. A tervezetben Donald Trump felvázolja a mexikói határa tervezett falal kapcsolatos részleteket is. Még keményebben neki ment a menedékvárosoknak Donald Trump. As you know, the Department of Justice today has announced a... Az igazságügyi minisztérium ma fontos döntést jelentett be, amely alapján ezeket a településeket el fogjuk tudni számoltatni. Ezek a menedékvárosok bűnözőket bújtatnak, komplett bűnözői csoportok és kartellek bújnak meg ott. Elkötelezettek vagyunk az ártatlan amerikaiak védelme mellett, fogalmazott Trump. Szerdán az igazságügyi tárca adatokat kért több szövetségi államból és településről is. Ebben az érintett feleknek arról kell nyilatkozniuk, hogy betartják-e azokat a szövetségi törvényeket, amelyek előírják azt, hogy a helyi vezetés köteles kiadni az információkat az Egyesült Államok bevándorlási hivatalának a letartóztatottak bevándorlói státuszáról. A menedékvárosok vezetői ugyanis megtagadják az együttműködést ebben az ügyben a szövetségi hatóságokkal. A Fehérház szerint az nem megy, hogy a menedékvárosok tetszés szerint válogatnak, melyik törvényt tartják tiszteletben és melyiket nem. A minisztérium megkeresése egyebek mellett az ország három legnagyobb városát, New Yorkot, Los Angeles-t és Chicagót is érintette. A New Yorki polgármester felháborodásának adott hangot a szerdán kiadott minisztériumi levél kapcsán. Jó hiszeműen jöttem ide Washingtonban, hogy kétpárti dialógusban vegyek részt a Fehérházban azokról az infrastruktúrális kihívásokról, melyekkel az országunk és New York is szembe kell, hogy nézzen. 8,5 millió New Yorki lakost képviselve valódi párbeszédet vártam volna, de ehhez képest teljesen másról van szó. Az igazságügyi minisztérium levele nyíltan megfenyeget bennünket a forrásaink megcsapolásával. Ez számomra azt mutatja, a másik fél nem őszinte párbeszédre készül, fogalmazott Bill de Blasio. A New York-i polgármester szerda délután egyébként lemondta a korábban már betervezett találkozóját Donald Trump-al. Újabb nemzetközi szankciók sújthatják Venezuelát, ha külföldön is úgy látják, hogy csalások kísérik majd a közelgő elnökválasztást. Az egyik nemzetközi hitelminősítő novemberben már részleges csőd kategóriába sorolta az ország hosszú távú devizaadósságát. Hivatalosan is bejelentette Nicolás Maduro venezuelai államfő, hogy indul az idei elnökválasztáson. A sokak által diktátornak tartott politikus népszerűsége igen alacsony. Fogadom, hogy továbbra is a szegények, munkások, nők és fiatalok elnöke leszek, azoké, akik igazán szeretik ezt az országot, mondta Maduro. Miután a kézi vezérelt legfelsőbb bíróság tavaly korlátozni akarta az ellenzéki többségű parlament jogköreit, tömegek vonultak az utcákra. Nem lehet, hogy egy ilyen szörnyű kormány akár csak pár hónapig is hatalmon maradjon az áprilisi elnökválasztás után, mondta Maduro egyik lehetséges kihívója. Az esélyesebb ellenzéki vezetőket ugyanakkor bebörtönözték vagy eltiltották. A hiperinfláció, az áruhiány és a jogállam sárbatiprása miatt kitört kormányellenes tüntetések hónapokig tartottak. Még az év negyedén sem vagyunk túl, csak 2,5 hónap lenne felkészülni a választásra. A kormány csalni akar, mondta egy ellenzéki vezető. Kedden az elnök ugyanis arra kérte a választási bizottságot, hogy a legkorábbi időpontra írja ki a választást. Vélhetően így akarja megakadályozni, hogy a megosztott ellenzék megbuktathassa. A választási bizottság szabályszeg a választás előrehozásával. Nem számít, részt veszünk-e a szavazáson, mert itt nincs demokrácia, mondta ez a nő. Sok venezuelai külföldre ment, főleg Kolumbiába. Voltak, akik egy ottani város sportpályájára költöztek be, akinek volt útlevele, azt az ecuadori határhoz vitték, a többieket hazatoloncolták.
Visszaélnek a határátlépésre jogosító engedéllyel. Találtunk olyanokat, akik több mint 3 hónapja feketén dolgoznak itt, mondta egy biztonsági illetékes. A válság miatti elvándorlás már korábban megkezdődött. A venezuelai elnök kriptovalutát akar kibocsátani, amelynek az olaj, arany és gyémánt tartalék lenne a fedezete. Megérkezett Dél-Koreába az a 12 észak-koreai női jégkorongozó, akik déli társaikkal közös csapatban indulnak majd a pjongcsangi téli olimpián. Velük mentek észak-koreai tisztviselők is, hogy megvizsgáljanak néhány versenyhelyszínt és a szurkolók szállását. Észak-Korea egy műkorcsolyás párost, 2 rövidpályás gyorskorcsolyázót, 3 sífutót és 3 alpesi síelőt is küld a játékokra. A diktatórikus ország állami televíziójában beolvastak egy közleményt, amelyben békét és újraegyesítést csürgettek, de külföldi hatalmak beleszólása nélkül. Ez alátámaszthatja a véleményeket, amelyek szerint Észak-Korea próbálja megbontani az Egyesült Államok és Dél-Korea szövetségét. A világgazdasági fórumon a dél-koreai külügyminiszter azt mondta, a közeledés ellenére készen állnak arra is, ha Észak-Korea újabb rakétateszteket hajtana végre, vagy máshogy provokálna. Kisiklott egy személyszállító vonat csütörtök reggel egy Milánóhoz közeli település vasútállomásánál. A balesetnek legalább 3 halálos áldozata van, 13-an pedig súlyosan megsérültek. Videót tett közzé az olasz tűzoltóság a Milánó közelében történt vonat baleset sérültjeinek megmentéséről. A városhoz közeli egyik település Piótel állomásán egy személyvonat párkocsija leugrott a sínekről. Vonat akkor siklik ki, ha probléma van a sínnel vagy a szerelvénnyel. Először azt kell tisztázni itt, mi volt a gond, mondta a regionális tanács elnöke. A vasúttársaság szóvivője szerint a vonat normál sebességgel haladt. A 6 kocsiból álló szerelvény Cremona városából Milánó központjába tartott. Mozdonya, illetve az első és 2 utolsó kocsija a sínen maradt. Az állomáson voltunk, és onnan láttuk, mi történt. Szikrázást és repülőfém darabokat láttunk, mindenki elfutott, mondta egy helyi lakos. A súlyosan megrongálódott vonatban rekedt utasok közül néhány embert a tűzoltók emeltek ki az ablakokon keresztül, mások maguk másztak ki. Utána hordágyon szállították el őket, többeket súlyos állapotban. Körültekintően és nagy szakmaisággal kell megvizsgálnunk, mi történt. 1,5 kilométerre innen süllyedést láttunk, mondta egy rendőr. Az érintett vasútvonalon leállt a forgalom, megbénítva a reggeli közlekedést. A hatóságok kihallgatják a mozdonyvezetőt. Az első vizsgálatok azt mutatják, hogy eltörött a sín vagy a váltó hibásodott meg. Párosban döntős, vegyes párosban elődöntős lett Babos Tímea az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A vegyes páros negyed döntőjében az indiai Rohan Bopannával 2 szettben legyőzte az amerikai Abigail Spears és a kolumbiai Juan Sebastian Cabal kettősét. Korábban a francia Kristina Mladenovic oldalán jutott be a női páros döntőjébe. A női egyéni elődöntőjében a dán Caroline Wozniacki 6-3-7-6-ra legyőzte a belga Elise Mertenst. A fináléban a román Simona Halep ellen játszhat, aki a német Angelique Kerbert búcsúztatta 3 szettben. A férfiak negyed döntőjében a címvédő Roger Federer a cseh Tomás Berdik ellen lépett pályára. Bár a svájci klasszis nehezen hozta az első szettet, végül bejutott az elődöntőbe. Akárcsak Chung Yeon, aki szintén 3 szettben győzte le az amerikai Tennis Sandgrönt. Ezzel ő lett az első dél-koreai, aki bejutott egy Grand Slam torna elődöntőjébe. És ezek voltak a világhíradó hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!